Sziasztok, meg egy rövid információ a videó előtt. Észrevettem, hogy a videó folyamán sokszor mondtam azt, hogy MAN buszról lesz ma szó. Ez sajnos nem volt igaz, hanem Iveco buszról lesz szó. Valamiért azt összetévesztettem, de azt hallani fogjátok majd a videóban, és a videó végén elnézést is fogok emiatt kérni. Úgyhogy akkor ennyit szeretnék az elején mondani, úgyhogy élvezzétek a videót. Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt állunk az Oktogon metróállomásnál. Vagyis nem a metró megállóban, vagyis a villamos megállóban állunk most, hanem a busz megállóban, ugyanis ez majd buszos videó lesz. Ma a 210-e, vagyis az E210-es buszjáratot fogjuk kipróbálni, aminél nagyon különleges jármű közlekedik, ugyanis a BKV már július végétől tesztelte ezeket a MAN Lion City buszokat, elektromos üzemi buszokat. Eredetileg a terv az volt, hogy az E8-el járattal utazunk, diatt a busz sajnos csak este 18 óráig közlekedett. Úgyhogy most ki fogjuk próbálni ebben a videóban a szóló verzióját annak a busznak, ami az E210-es vonalon közlekedik. Úgyhogy túl sokat most nem is tudok mondani, várjuk, amíg jön a jármű, és akkor jelentkezem. Erika, Mi?
Tehát akkor most, hogyha itt fönn vagyunk a buszon, tudok mondani egy pár érdekességet is. Ugye ez a BKV-nek az egyik tesztbusza, ugye itt szokott iréglenesen lenni, hogy a BKV egy ilyen hónapon keresztül próbál ilyen mindenféle busztípusokat, ugye 16 A vonalon lehetett utoljára talán a Kisura mi is volt az, az Isuzu kínai bárbusz, meg tavaly még az Autocar Vectio C-típusú autóbusz tesztelték ott. Ami tudok mondani, hogy szerintem ez egy nagyon szép design, technikusan megcsinált busz. Ugyanis látni lehet ott azokat a recés szépen megcsinált ablakokat. A busz viszont lengő ajtóval rendelkezik, tehát a középső és a hátsó ajtó teljesen ilyen kilengős, tehát nem ilyen klasszik befelé nyílós ajtó. Természetesen klímaberendezéssel is rendelkezik ez a busz, amit már itt nagyon jól is érzett, tehát a klímaberendezés mindenképpen nagyon jól működik. Le is ültem már egy rövid időre, és azt kell mondom, hogy brutálisan kényelmes egy ez a buszülés, tehát nagyon ergonomikusan meg van csinálva, úgy, ahogy elképzelném egy buszülésről, olyan kényelmesnek kéne lennie. A képernyő talán a Mercedes-Benz Conecto Next Gen-ekre hasonlíthat, ugye ez is busztek van beleépítve, tehát egy nagyon korszerű képernyő van mindenképpen beleépítve, ami most viszont sajnos nem üzemel, tehát utas tájékoztatás egyelőre még nem kapunk. Az indítási ez egy kicsit érdekes, ugyanott, de ugyanis ott elkezd villogni, vagyis piros lesz az a kis emberke, ami mutatja, hogy az ajtó zár, tehát az a kis áthúzott kis emberke, meg az ajtójelek bepirulnak. Az indítási ez ilyen csipogós, nem tudom még milyen járgásról, csak van itt USB konnektor is, ahol lehet tölteni a telefon. Mondjuk nem tudom, hogy ez egy városi közlekedésre alkalmas, hogyha egy ember fölül és két percet megy mondjuk a buszon, tehát szerintem, hogyha a BKV ezeket a buszokat nagy mennyiségben rendelni, ezek nem lennének felszerelve. Nagyon nagy helyben itt kerekesszéknek és babakocsis utasokra, és nagyon jól van elosztva az ülések, tehát tök jó ülés, amikor van hátul két ülés, van négy ülés, és meg két ülés, tehát jól el van az egész osztva. Vezetőfülkében még nem néztünk, de meg fogjuk oda és próbálni belenézni, ha esetleg lehetséges. De eddig csak pozitívat tudok mondani erről a járműről. Ott látjátok, mindjárt az indítási ezetikus. Hát Németországban, városban közlekednek ilyen buszok napon-nap szinte, például Frankfurtban vagy Berlinben tudnak ilyeneket mondani, ugye mert ez ugye német gyártmányú jármű is. És akkor most a új Lánchídon gurulunk át. Thank you.
Tehát megérkeztünk most itt a Clark Ádám térre. Én brutálisan le vagyok nyűgözve erről a buszról, annyit tudok csak mondani, hogy ez egyik, sőt, szerintem a legjobb modern szempontból nézett, utaskomfortból nézett busz, amivel eddig utaztam. Viszont észrevettem valamit, ami nagyon lenyűgöztetett, ugyanis ez a busz nem MAN, hanem Iveco gyártmányú. Amit nem is vettem észre, mert az eredeti tervem ugye az volt, hogy az E8E busszal utazzak ma. Viszont az már sajnos este 18-szor akkor nem közlekedett, és ezért valahogy bennmaradt a felembe, hogy MAN típusú busz. Nem, vagyis ez Iveco volt, és nagyon is csodálkoztam az elején, hogy MAN ilyen dizájnos buszok. Hát szerintem ez a busz, ez mindenképpen Budapestre kéne kerülnie. Brutálisan jól néz ki. Nagyon jó, beltérő, jól van megcsinálva, jók a helyek, az ajtók, a csendesség, a dizájnja, az egész busz nagyon így passzol Budapesthez. Úgyhogy ha valaki mindenképpen engem megkérdezi, hogy én ezt a busz szeretném a Budapestre, abszolút azt mondanám, szerintem sokkal jobb, mint a Connecto Next Gen-ek. Persze ezek ugye dízelüzemi buszok, ez ugye elektromos, de szerintem mindenképpen kéne, főleg itt a budai helységekben, ugye az elektromos busz sokkal jobban jut föl, mint egy dízelüzemi busz. Ennyit tudok erről mondani, mindenképpen ezek a busznak hozzájárulok, ha valaki kérdezne, én abszolút mindenkinek csak is tovább mondanám ugyanazt, hogy mindenképpen próbáljátok ki, ez egy nagyon jó busz, megéri mindenképpen egy kicsit utazni rajta, akinek van YouTube csatornája és jármű videókat csinál, annak mindenképpen megéri erről videót készíteni, ugyanis tök jó, és akinek tetszik a busz, így jobban tudja támogatni ezt a projektet, hogyha a BKV esetleg szeretne beszerezni járműveket. Ennyit tudok erről mondani, remélem tetszett a videó, további ilyen videókért iratkozzatok föl, és dobjátok egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok, és további szép estét!